Eszterházi Podcast. Gólyabál, felezőbál, végzősbál. Egyetemünk hallgatói önkormányzata szeretett volna kedveskedni azon hallgatóknak, akik a vírushelyzet miatt lemaradtak egyetemi éveik legszebb eseményéről. Így merült fel az első Eszterházis online bál ötlete, ami a bálon nevet kapta. A bál ötletéről, szervezéséről és a programokról Zaja Barbarával fogok beszélgetni az egyetemi hallgatói önkormányzat elnökével. Hogy jött az ötlet egyébként, hogy online fogjátok megtartani a bálokat idén? Hát úgy éreztük, hogy telik az idő, és nem tudtuk megvalósítani azokat az elképzeléseket, amiket szerettünk volna, hogy az idejében is legalább egy olyan rendezvény legyen, ahol minden hallgatótársunkat meg tudjuk szólítani. Így úgy gondoltuk, hogy ne teljen el úgy egy egész tanév, hogy lényegében csak a távoktatásról szól a hallgatók élete, ezért úgy gondoltuk, hogy meg kell, hogy próbáljuk legalább online térben egy kicsit visszahozni ezeket az emlékezetes pillanatokat, hogy ne maradjanak ki a hallgatótársaink ezekből az élményekből. Így, hogy online lesz megtartva a bál, milyen előkészületeket igényelt? Lényegében nem sokkal másabb, mint egy személyes bál megtartása, hiszen itt is megvannak azok az előkészületek, amik fontosak ahhoz, hogy úgy nézzen ki a végeredmény, ahogy mi azt szeretnénk. Tehát mondhatom azt, hogy most is a Hők csapata elég nagy létszámban dolgozik rajta, ugyanúgy, ahogy a Létszámú Televíziónak a munkatársai nagyon nagy segítség nekünk ebben, hogy ezt a hallgatók úgy lássák vissza, hogy tényleg egy minőségi, szép anyag legyen. Hát azért igen, sokat dolgozunk rajta, de igyekszünk a legjobbat kihozni belőle, hogy tényleg egy olyan élmény legyen, ami legalább egy kicsit visszahozza az emlékeket, vagy felidézi azokat, amik fontos pillanatok. És a hallgatók mivel járulhatnak hozzá ahhoz, hogy egy emlékezetes bál tudjatok kialakítani? Próbáltuk mindenféle versenyekkel, képbeküldés, videóbeküldéssel buzdítani a hallgatókat, és még most is ezúton is szeretném kérni hallgatótársaimat, hogy küldjenek képeket, videókat a legemlékezetesebb pillanataikról az elmúlt egy évben, akár felsőbb éveseknél az elmúlt több évről, hiszen olyan videóanyagok is készülni fognak, ahol az ő fényképeik, videóik fognak bekerülni, hogy ezzel is visszaemlékezzünk úgymond a legszebb pillanatokra, amik úgymond elteltek az elmúlt időszakokban. Ha már legszebb pillanatok, akkor azért az eszterházis bálok egyik talán legnagyobb és legszebb pillanata az, amikor a hallgatók leteszik a gólyaesküt, a végzősök esküjét, a felezős esküt. Ezt idén hogy szeretnétek kivitelezni? Igen, köszönöm a kérdésedet, hiszen ez egy nagyon fontos pontja, hiszen azért más, mikor egy teremben ott áll több száz hallgató és együtt mondja el az esküt. Idén erre úgy fog sor kerülni, hogy erre is egy Forms segítségével várjuk a jelentkezéseket, ahol külön tudnak a gólyák, a végzősök és a felezősök is jelentkezni. Itt előre fel kell mondaniuk otthon a szöveget, az esküt, ezt elküldik, és ebből is egy videóanyag fog készülni, hogy közösen elmondják, és természetesen aki otthon nézni fogja ezt élőben a közvetítést, az fogja tudni velük mondani egyszerre az esküt. A gólyabál egyik leghagyományosabb pontja talán az, amikor a gólyák is leteszik az esküjüket, illetve bál és bál királynőt szoktak választani. Ez idén is meg lesz valahogy valósítva? Természetesen a legemlékezetesebb pillanatok közé tartozik a gólya hölgye és gólya fiúja választása, lehet most így mondani, mert nem királynőt és királyt választunk lényegében, hanem fél év legjobb gólyáit. Ez most előző években is hasonlóan volt egy lájkvadász verseny is a Facebookon, illetve személyesen is volt a bálon választás. Most idén csak a lájkvadász verzióját tartottuk meg. 4 fiú és 4 lány jelentkezett a jelölésekre, és már a tegnap előtti napon elindult a Facebook lájkvadászata az ehőknek az oldalán, úgyhogy már szépen gyűlnek, úgyhogy szurkolunk nekik, mert értékes nyereményekkel készülünk, ajándékokkal, amik az, hogy ők lehetnek ebben az évben a fél év gólyái, ez egy olyan elismerés szerintem, ami egy nagyon megtisztelő dolog. Ez egy 3-1-ben bál lesz. Milyen programok lesznek? Mármint, hogy a különböző bálokból hogy próbáltátok összerakni, hogy egy igazi nagy bál legyen az érdeklődőknek? Hát úgy gondolom, hogy minden olyan elemet, ami egy fontos része a báloknak, azt megpróbáltuk beletenni, tehát itt a gólya nyitó tánctól kezdve tombola húzásig, akár vagy az afterparty sem fog elmaradni, illetve a felezősöknél a legek választása, és itt gondoltunk a tavalyi felezősökre is, hiszen sajnos az ő bájuk is elmaradt, és arra sem volt lehetőségünk bepótolni, így mindenképp meghívtuk őket is a díjátadóra, és szeretnénk nekik is most így átadni a díjaikat, illetve az idei felezősöknek is. Nagyon izgatottan várjuk, hogy nekik is hogy fog tetszeni, és hogy fog hallgatóknak ez visszajönni majd a képernyőn keresztül, hiszen a résztvevők is mind nagyon sokat készülnek arra, hogy ez egy tényleg színvonalas műsor tudjon lenni. Mivel az egész az online térbe szorul, így nyilván ott is kell hirdetnetek a bált. Ugye régen volt felezőbál, poszter, volt egy falfestmény is ugye az aluljáróban. Most mivel próbáljátok felhívni a hallgatók figyelmét a programra? Hát most lényegében csak a közösségi média
maradt lényegében nekünk, hiszen most a falfestés sem játszik, mert nagyon kevés hallgatótársunk van Egerben, de úgy gondolom, hogy olyan szinten, ha lehet így mondani, ki van éhezve a hallgatósága arra, hogy történjen valami, hogy reméljük, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy tényleg szép számban részt vegyenek, bár a jelentkezéses számok azt mutatják, hogy már több száz hallgatónál járunk, aki szeretne ezen részt venni aktívan, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hiszen van egy másik jelentkezéses lapunk, ami még titok, hogy mit is rejt, itt a felezősök, végzősök és gólyák szintén tudnak jelentkezni. Egy kis meglepetésre, amit a bál napjáig fogunk nekik postán vagy személyesen átvetik az irodába. Ez még egy kicsit titok, hogy mi lesz, de az biztos, hogy kapcsolódni fog a maga a rendezvényhez, és használniuk kell majd az esemény alkalmával. És hol kommunikáljátok ezeket a dolgokat a hallgatókkal? Csak egy közösségi oldalon, vagy esetleg több platformon is? A Facebook és az Instagram mind a kettő olyan oldalunk, amit leggyakrabban használunk, főleg most ebben az időszakban, így mind a három kampusz, mind az EHÖK oldalakon megtalálhatják, tehát mind a négy felületen lényegében mondhatom, így megtalálhatók ezek az információk. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, és sok sikert a továbbiakban a rendezéshez, és reméljük, hogy egy sikeres bál lesz majd idén is. Köszönjük szépen! Eszterházi Podcast.